Willkommen táblák már nincsenek, valóság, na az van. Pár éve nagy vita volt a nyugati nagyvárosok no-go zónáiról. Ezek ugye olyan városrészek, ahol nagy problémát okoznak a bevándorlók, és a hatóságok is nehezen uralják a helyzetet. Sok szó esett akkor Berlin Neukölln városrészéről, talán ti is emlékeztek erre. Az egyik liberális portál akkor azt írta, hogy a berlini magyarok jót röhögtek a kormány no-go zónáján. Kicsit cinikusan úgy mondták, hogy a kormány egy hipster negyedtől félti a magyarokat. Nézzünk pár pontos részletet. A kerületben virágoznak a kézműves kávézók, egymást érik a fixik és fjellréven táskák, ezért a felkészületlen kelet-európai látogatót valóban sok hatás éri. Személyes élménybeszámolókra is utaltak. Idézem. Nálunk mindenki kedves mindenkivel, a kisgyerekesek együtt játszanak és grilleznek a kertben, karácsonykor megajándékozzák egymást. Nem tudom, hogy a fixi biciklik vagy a kézműves kávézók megléte mutat-e bármit a mélyben lappangó társadalmi feszültségekből. És senkinek sem szeretném kétségbe vonni a személyes tapasztalatait. De ha a tapasztalatok számítanak, akkor itt egy beszámoló az elmúlt napokból. A tanárok telefonon kérnek tanácsokat a helyi illetékesektől arról, hogy miként kezeljék a diákokat a Hamas és az Izrael közötti háború kapcsán. A hét elején egy 14 éves diák palesztin zászlóval jelent meg egy neuköllni iskolában. A 61 éves tanár erre megtiltotta a politikai szimbólumok használatát, ám ekkor egy másik 15 éves diák rátámadt a tanárra és tettleg bántalmazta őt. A tanárok szerte Németországban arról számolnak be, hogy a tanulók a Hamaszt éltetik és antiszemita kijelentéseket tesznek, és verekedések is kitörnek. Több radikális tüntetést be kellett tiltani, és meg kellett erősíteni a zsidó intézmények védelmét. Willkommen táblákról valahogy már nem szólnak a híradások. Dönts el mindenki, hogy a kézműves kávézók és fixi biciklik számítanak-e jobban, vagy az osztálytermek és utcák előbb említett valósága. Nem véletlenül szólalt meg a témában Henry Kissinger, az amerikai külpolitika egyszemélyes intézménye. Azt mondja, hogy nagyon súlyos hiba volt tömegeket beengedni Németországba, eltérő kultúrájú tömegeket. Azért is, mert ezek a tömegek aztán nyomásgyakorló csoportok lesznek minden saját kapuit kinyitó országban. Ugyanazt tudjuk mondani, amit 8 éve mindig. Ébresztő. Ha szeretnél még hasonló videókat nézni, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra. Az igazán bátrak értesítést is kérhetnek a kis csengőjellel.